Szerbusztok! Még gondoltam, csinálok egy ilyen gyors kis var összefoglalót. Elég szépen leszedegettük a kijelölt célpontokat, úgyhogy azt mondja 4 óra 45 perc, hát körülbelül 5 óra múlva élednek. Ez azt jelenti, hogy most van mondjuk 22, olyan hajna 3-2 óra között fognak éledni. Valaki véletlenül fönt lesz, akkor tök jó lenne, hogyha lekapna belőlük a nagyobbakat legalább, hogy azokon minél több pontot tudjunk csinálni. Ja, de akkor csak az én ötletelésem itt az ellenfél defeivel kapcsolatban, szaladjunk szerintem így rajtuk végig, és akkor elmondom, hogy én miket látok. Hát ha van benne hasznos, meg nyilván, hogy ha esetleg visszareflektáltok valamit, akkor abból én is tudnék tanulni. Na ez egy célpont például, nagyon érdekes, mert 4716, ugye Team Power, húha, úristen, jaj. Ránéz az ember, ráadásul még gyorsak is. Richard kivételével, ő közepes, van a töltődésű. Viszont ugye az egycsempes spórolás az majdnem mindenki megvan. De nem tudjuk, hogy milyen talent van kiosztva, hogy megkapták a manát. Na mindegy. De a lényeg, amit ugye észrevehetünk, azon kívül, hogy gyorsak, hogyha megnézitek a három középsőnek, a flanknek, a két flanknek és a tanknak a HP-ját, relatív alacsony, főleg ugye Kagaburádói. Ezért erre a célpontra nyugodtan meg lehet kockáztatni esetleg egy sárga monót, akár egy gyengébb sárga monót, mert szépen takarítaná a sárga csempék a flankeket is, mert alacsony a HP-juk relatív, nem olyan tankosak. És vagy pedig simán mennék, bemerném vállalni ezt az ellent mondjuk 3 sárgával, vagy akár te lehet, hogy 2 sárgával is, inkább 3-mal, mert Kagaburado első az nem jó, de 3 sárgával bemész, relatív tudsz alájuk trúpot tenni, jobbat, erősebbet, a 3 sárga alá, akkor tudja, hogy egy 4-5 darab csempével Kagaburado már le fog jönni, és akkor nyugodtan lehet vinni 2 másik szint. Én mondjuk nem is tudom, hogy mit vinnék, itt a lilát, a lilát vinném. A lila az jól viszi a zöldet, és akkor a lilát vinném másik színnek, akkor a bal oldalát tudnám a táblának bombázni. Na, ezzel a csapattal kapcsolatban ezek a meglátások nálam. Ez egy necces ellenfél nekem. Azért, mert Clarissa ugye nagyon gyors van a töltődésű, és ráadásul még tankos is, 1622-es HP-ja van, alatta van egy 20-as kritikált rúp, 848-as alappal, és 1516, és akkor erre még a kritikált rúpnak a plusz 22%-ra rájön, meg ez a plusz 7%, na, szóval ez úgy necces. Ez elég necces Clarissa miatt. Itt azért kell a sárga power. Nézzük ezt. Itt van egy elég bitang Grimble. Viszont ugye elég tápos Grimble, tankos. Tehát 878 pajzs, 1611 plusz ez is kritikált rúppal van, 21%, meg a 6%, tehát elég nehéz leszedni. Viszont, ha megnézitek ugye Rambirt, nagyon gyenge, papír, és igazából aki nagyon nagy veszélyt jelenti itt, az Elena, hogyha fölteszi a kontr attakját. Úgyhogy itt mindenféleképpen olyan csapattal kell menni, hogy lehessen cleanselni, pontosabban debuffolni az ellenfelet, hogy le lehessen róla takarítani az ellenfélről a counter attackot, meg Ranvirnak azt a dobókockáját, ami Wukongnak is van, ami ugye
plusz 195% adtak ott adó, alapból ugye ez a VAR mód, ami most van, ez a attack boost, tehát az 10%-ot ad az ellenfél csapat lévőknek támadó erőt, és ugye ez ráadásul a stack-kel, ez adódik össze, tehát ez növekszik körről körre, ez a 10%. Plusz még ugye Ranvirnak rájön, tehát a lényeg az, hogy nem nagyon kell, azt nem szabad hagyni, hogy Ranvir elsüllyen úgy, hogy Grimble és Elena utána még el tud sülni. Akkor az kivégzés. Tehát itt ki kell szedni Ranvirt, Rafaelt, az a lényeg, hogy meg kell bontani ezt az egészet, hogy Ranvirt kijöjjön onnan, mert Ranvir felrakja az ez kiét akkor, és utána el tud sülni Greenből, meg Elena, akkor az kivégzés. Önmagában, ha Greenből elsül, az nem annyira veszélyes. Elena, ha elsül, az már nagy baj, mert őt tudni kell counterelni. Ugye Liánát azt nem ecsetelem, de még Rafael van itt, akire vigyázni kell, mert védett pozícióban van ott kint wingben. És ugye tudjátok, hogy ő gyakorlatilag a nulláról visszatápolja a teljes csapatot, tehát arra is vigyázni kell, hogy lehetőség szerint úgy próbálja húzigatni a csempét ennél a csapatnál, hogy mindenféleképpen egy ellenfelet próbálni bombázni, hogy az kiessen. Mert az nagyon rossz ennél a csapatnál, hogyha mindegyikben meg van sebezve. Ezt is sebzed egy kicsit, azt is, emezt is, emezt is, és akkor utána Rafael elsül, ezt visszatápol mindenkit a francba. Tehát itt nagyon rá kell menni, hogy kihújjanak az ellenfelek, az ellenfélnek a játékosai egymás után sorba. Úgyhogy mindenféleképpen olyan csapattal mennék erre a csapatra, ahol sniperek vannak és nagy ütők, hogy egyesével tudjam leszedegetni az ellenfelet, hogy Rafael ne tudjon visszatölteni mindenkit egyszerre. Jó. Itt egy Ursana tank, ugye biztos más nem így gondolja, vagy lehet, hogy valaki így gondolja, valaki nem így gondolja, de tehát én Ursana ellen ugye sárgával nyilván nem is mennék. Úgyhogy ezen a csapaton például simán megpróbálnék mondjuk egy Képonót, nem Franci miatt, mert ő rohadt nagyot tud ugye sebezni. De mondjuk ide bemennék simán Lilával erre a csapatra, és akkor bombáznám a táblának a bal oldalát, hogy Ariát meg Yunt minél hamarabb kipusztítsam. Ugye megnézitek, Ariának 1260-as HP-je van. Az nem olyan vészes, nem olyan sok. Úgyhogy simán a lila csempékkel a táblának a bal oldalát bombázva, Yunt meg Ariát, ott csinálsz egy lukat. Ursana, hogyha fölrakja az kijét, akkor nem fog téged olyan mértékben befolyásolni. Hogyha sárgával mennél nyilván, akkor az visszareflektálna. És akkor utána szépen szisztematikusan kitakarítani utána a táblának a jobb oldalát is. Itt ezt csinálnám. Most a csempesebességekről, vagy a mana betöltődésről, arról nem beszélek, az meg mindenki, ott van a kis táblázat, mindenki nézzen utána, nézegesse meg, hogy melyik hős hány csempéből töltődik be. Ugye nyilván, hogy ezeket az apróságokat is jó, hogyha figyelembe veszi az ember, hogyha tudja, hogy adott esetben az a hős ez be fog töltődni, hogyha ráhúzza még azt a X csempét. Ez így ránézésre, ez egy elég jól összerakott csapat. Telúria kint van wingbe, úgyhogy ez kicsit gyengébbnek mutatja ebből a szempontból ezt a csapatot. De hát itt középen ez a Tierce, hát Malosi trió, azért ugye elég erősek. Én talán ezt a csapatot is szintén lilával próbálnám. Azért, mert a zöldet jól viszi a lila,
és itt meg ebben az esetben pedig a táblának a jobb oldalát lehetne bombázni lilákkal. Tehát, hogyha monóról beszélünk, akkor nekem ez a lila monó. Egyébként meg ide, ugye ide lehet venni a sárga monóval is, de ide bemennék három sárga, kettő lilával, három sárga, vagy hát három kék. Lehet menni kékkel is, mert ugye tellúria az nem sebez, úgyhogy nem tud extra sebzést kiosztani. Ide jó lehet a kék is. Na, ez egy jó kis csapat. Itt van bőven opció ezen a csapaton válogatni, hogy mivel akar bemenni az ember, vagy milyen lehetőségei vannak meg még. Tehát tier miatt lehet vinni a kékeket, három kék, kettő sárga, vagy három, hát mindenféleképpen jó szerintem a kék ide, inkább a kék. Ja. Na, de hát látjátok, ez ilyen csak ötletelés részemről is, úgyhogy... Ezt majd valaki, hogyha megtámadja, majd vegye föl. Magni egy állat, Jung egy állat, Dr. Monroe, gyakorlatilag Liladrék, mentem már, találkoztam már vele jó párszor rétbe, bent van a defekbe, úgyhogy ugyanazt csinálja, mint Drake. Itt egy Gefion, aki egy one shot. Hát igen, ide gyors csapattal kell menni mindenféleképpen. Erős csapattal. És alapozni kell a csempes ebzésre. Mert itt ezeket takarítani kell lefelé, mert ezek elsülnek, akkor egymás után ezek sorba elsülnek, akkor sorba ki is írtják a teljes csapatunkat, amivel bementünk ellenük, mert ezek elég durvák. Mindenféleképpen érdemes mondjuk egy Rigárdot, például most ő jutott eszembe vinni a Klinsz miatt, a Dr. Moró, meg Jung is a fölraki a vakítást, akkor azt valahogy jó lenne letakarítani. Meg ugye Magni meg a Minus Def-et, így van. Tehát mindenféleképpen kell egy Klinsz elő is abba a csapatba, amivel ezt támadjátok. Színre, meg... Van több opció ennél szerintem. Ez egy viszonylag relatív gyengébb Clarissa. 800-as pajzs, 1480-as HP, mana troop van alatta. Azért, mivel Verifast ide is vinném a sárgát, a három, legalább három sárgát Clarissát eltakarítani. Ugye Albival vigyázni kell az élesztés miatt. Ugye kint van wingbe, ráadásul lassú, tehát lehet azzal apállálni, hogy Clarissát ne töltsük be, hogy a wingbe húzigatni egy pár csempét Albira, de vigyázni kell, hogy időközben ő ne töltögessen be, mert utána képes visszahozni az egész csapatot, úgyhogy ebben az esetben, hogyha ezt megtámadja valaki, vagy ha én támadnám, én mindenféleképpen a táblának a bal oldalát támadnám. Clarissa, Yuna, Albright, tehát ez a három a legfontosabb először, hogy ezeket letakarítsam. Megint egy Ursana tank, ugye ide sárgával nem érdemes menni, viszont ide meg abszolút vinném a lilát, már is mondom miért, mert Vivicát minél hamarabb ki kell takarítani, hogy ne tudjon visszahílelni. Ferrir relatív gyengébb, tehát nem sok a HP-ja, azért itt a pajzsot elég jól meghúzta neki az illető, mert ez kart pajzs felé van talentelve full, hogy ezt jól csinálta. Úgyhogy ide mindenféleképpen vinnék el lila monót, hogy takarítsam lefelé a jobb oldalt. Ugye Ferrirt, Vivicát, Ursana ne tudjon vissza nem reflektálni. Ide nem vinnék sárgát, megint csak ugye Ursana miatt. És érdemes azért ide is vinni Cleanst, mondjuk Marina miatt.
mert véleményes, hogy azért, hogy ebbe a csatába Marina el fog sülni. Valószínűleg lehet kétszer is. Hát ez itt egy lassú tank Quintus személyében. Ez egy relatív könnyebb célpont. Ugye itt már lehet azzal appellálni, hogy mivel alacsony a HP-ja is Quintusnak, a pajzsa is alacsony, ezért ide már lehet, hogy elég két sárgát vinni, és mondjuk lehet vinni három lilát Vivica miatt például. Itt ugyanazon megint van egy Rafael kint, ugye vigyázni kell arra, hogy olyan hősöket vigyünk ebbe a csapatba, be a csatába, akikkel egyre tudunk nagyokat sebezni a lehetőség szerint. Mert hogyha mindenkit folyamatosan sebzünk, és mindegyiknek lemegy szinte nullára az élete, közben védett pozícióban Rafael elsül, akkor visszatölt mindenkit egyszerre a picsába. Úgyhogy ez nem olyan jó buli. Szóval ez egy jó ellenfél, ez egy relatív könnyebb ellenfél. Quintusnak alacsony a HP-ja, alacsony a pajzsa, lassú mana töltődésű, ráadásul csak egy 10-es mana trúp van alatta, úgyhogy ez egy jó kis ellenfél. Elég trükkös ez a következő ellenfelünk. Hát csak azért is, mert van itt egy Vivica, aki maszkos. Véleményezem, ugye 20-as szinten van, így megkapta a... Itt 10 csempéből betöltődik, vagy 9-ből, nem is tudom. 9 vagy 10 csempéből betöltődik lassú mana töltődésű hősként a maszk bónusz, meg a sorcerernek a 20-as szinten lévő mana bónusza miatt. Ráadásul, és kritikál van alatta. Várja, az úgy nem jó. Az úgy csak 9%. Nem tette le az illető mana trúpot. Jó, ezt nézegesse meg mindenki. Bocsánat, tehát a Vivica nem lesz ettől gyorsabb, mert nem kapott mana trúpot. Viszont hát nézzétek meg ezt a HP-t, azért az úgy, meg az a pal se rossz. És ugye leveszi a védelmünket, meg még leveszi a buffjainkat is, úgyhogy hát itt a táblának a bal oldalát, Vivicát kell takarítani, és mindenféleképpen kell vinnünk Klinszelőt a csapatba Jean-François miatt. Ugye itt még kontúr és hős se tudunk vinni, mert ugye átüt rajta, viszont az égetése az elég böszme Jean-François-nak, úgyhogy mindenféleképpen klinszelő hőst be kell vinni, és lehetőség szerint lilákat kell vinni, mert a táblának a bal oldalát ezt kell innen kitakarítani. Jean-François-val vigyázni. Hát ez így ránézésre elég. Elég szarul néz ki. Gyors hősök. Vanda megkavarja nagyon a dolgokat. Lianna még lopja manát is. Poseidon blokkolja a speciális képességeit. De Alessi az... Mit csinál? Még... Hát igen, még jobban ő is a lassítja a mana töltődést. Ez egy nagyon gennyes ellenfél. Úgyhogy ezzel vigyázni. Ezzel vigyázni kell. Ez meg egy böszme tank. Elég sok pontot, 59 pontot lehet érte kapni, de hát megnézitek, az egész csapat ez arra van felépítve, hogy böszmék. Tehát mindegyik full, durva HP. Nézzétek meg Kuncsent. Nézzétek meg Csocsit. Nézzétek meg ugye Mamókát. Tehát a táblának a bal oldala, ez három full böszme tank karakter.
és akkor ráadásul ugye Modern Norse még éleszt is. Itt azt is lehet esetleg kihasználni, hogy a jobb és a bal wing is zöld. Tehát itt esetlegesen egy piros monóval nagyobb felület van extra sebzést elérni a csempékkel, úgyhogy itt érdemes esetleg egy piros monót megpróbálni erre a csapatra. És akkor a széleket bombázni lehetőség szerint, hogy Modern Norse, az meg Morgan is kijön onnan, aztán utána el lehet játszadozni itt a többivel. Hát itt azért van egy Odin, itt egy Alice, Kuncsem. Odin ellen, nekem van Ursinám, Odin ellen ugye mindig Ursinát szoktam vinni, meg ugye Sif is counterel, tehát Odin ellen nagyon jó a counteres karakter, counterattakus karakterek. Tehát ide mindenféleképpen bevinnék olyat, aki counterattakkol. Lehet ez akár Ciprian is, ugye a sárga ellen. A lényeg az, hogy Odinnak a speciális képessége függ attól, hogy mennyi csempe van, mennyi sárga csempe van fönt a táblán. Ezért érdemes már csak kuncsem miatt is ugye sárgát vinni, hogy a sárga csempéket azokat mi lehúzigassuk a tábláról, hogy mire Odin első, addigra, hogyha esetleg nem tudjuk egy counter attackkal őt kivédeni, akkor minél kevesebb értékeket érjen el az ő speciális képessége. Tehát minél kevesebb csempe, sárga csempe maradjon fönt a táblán. A két wingnek relatív kicsi a HP-ja, úgyhogy színben mindenféleképpen Kuncsára és Odinra kell szerintem itt koncentrálni. Hát ez most így írtam egy első ránézésre. Annyi, hogy Domisa tizenkettes talentemben csak relatív alacsony a pajzsa, meg a HP-ja is. Úgyhogy itt lehet erőltetni esetleg valamelyik flanknek a színét. Ugye Arthur király leviszi a kék elleni védelmet, de hát rajta kívül nincs másik kék a csapatban. A kék pedig a pirosra sebez a nagyobbat. Itt lehet szerintem esetleg próbálkozni a zöldekkel ennél a csapatnál. Érdemes a zöld színnel próbálkozni ennél a lisztnél. Mert hogyha Arthur király ugye ki tudja dobni a skijét és leveszi a kék elleni védelmet, ugye a zöldre fog a legcsekélyebbet sebezni. Ugye ez hasonló már volt. Az itt Vivica. Itt megint csak Lilát kell erőltetni Vivica miatt. Ide vinném megint a monót. Én ide lehet vinni kell Lila monót. Mert Sartanának relatív nem olyan nagy a HP-ja, viszont mivel gyors van a töltődésű, ezért kell a csempesebzés. Tehát kell hozzá, hogy bent legyen 5-1 forma szín ahhoz, hogy a csempe az akkora sebzést tudjon elérni, hogy lebírja őt szedni
úgyhogy ne süljenek kétszer. Még így is lehet egyszer elfogsulni, de vivica fiat mindenféleképpen szerintem kell a lila. Hát ez meg így halál elsőre. Itt Freja alatt kapásban van egy 23-as manatrup, ez azt jelenti, hogy egy gyors manatöltődésű, így egy csempével hamarabb be fog töltődni, mint egy átlagos gyors manatöltődésű hős. Föl fogja rakni a hollóit, és onnastól kezdve nem fogod tudni sebezni az ellenfelet. Itt van két Jung, az egyik alatt egy 8-as ninja trup, másik alatt egy 21-es mana, 23% attackot ad, ez meg 25% attackot, plusz még ugye adja a pálya is, tehát ez elég halál. És akkor itt van még mellette egy Morjana, ő alatt a critical trupon, tehát ő nem töltődik be gyorsabban, de ő is ugye gyors mana töltődésű, és így azért durva értékei vannak neki is. 800 fölötti pajzs, 1679 HP, plusz még a critical troop, az ott van, 1700-as HP. Nem szar. Durvább, mint egy kuncsen. És akkor itt van még kint szélem még egy Athéné, hogy még ha véletlenül el tud sülni, akkor még levegye a defünket úgy, hogy utána tényleg agyon csapjon az ellenfél. Ez egy nagyon veszélyes ellenfél. De be van duplázva a sárga, úgyhogy elméletileg lilával nagyobb felület van csempesebzést, nagyobb csempesebzést kialakítani, úgyhogy lila mono. Most ide sárgával megint nem lehet menni, Ursana miatt, ott van wingbe két zöld. A zöldre ugye piros sebzi a legnagyobbat, Black Knight viszont csak tauntó, úgyhogy ide is mindenféleképpen lehet vinni szerintem a zöldeket. Tehát nem fog tudni a zöldre extra sebzést kiosztani az ellenfél, mert Black Knight van csak piros, ő meg ugye ütni nem üt. Ide vinném a zöldeket, és mindenféleképpen mana kontrollt próbálnék, ide Hanselt, most csak magam hősbázisába beszélek, de itt Hanselt például nagyon jól el tudom képzelni, meg Tótündért is. Tehát Hanselt-tállal lefogni Black Knight-ot, Tótündérrel, még ugye manájukat még megfogni. És mindenféleképpen masszív hősök kellnek, meg healelni kell vissza, mert az 1000% hogy itt Yun, meg Ursana, hogyha bemész zölddel, szerintem el fognak sülni. Egyszer. De azt az egyet, azt valahogy meg kell próbálni tudni kivédeni. 873-ra 488%, plusz még a... még ha megkapja Black Knight-tól. Na, tehát ez a Yun, ez így elég one shot. Ez elég one shot így ránézésre. Arról nem is beszélve, hogy ha a Frilly meg Kobalt a szélén el tud sülni, akkor vége. De itt érdemes esetleg a zöldekkel bepróbálkozni ennél a csapatnál, szerintem. Jó, hát itt megvinnék egy kék monót, egy szonyával, hogy le tudjam szedni ellenállnak a counterét, hogyha kidobja. Mert ellene az ott elég böszme, és igazából úgy majdnem ugye a legveszélyesebb is a counter attakjával. Meg ugye nyilván ott van még Heimdall, már ő vissza tudja hozni a csapattársukat, de talán a gyors varok alkalmával van az, hogy az élesztő hősök azok szinte 100%-ban az ellenfélnél visszahozzák a csapatokat. A többi varnál annyira nem jellemző. De mindenféleképpen vigyázni kell Heimdallra, mert ha egyszer még elsül, oké, de már kétszer elsült, és szétbúsztolja a csapatot, akkor az nem jó. Ugye kint van wingbe, elméletileg ott nem támadod, ráadásul ugye, hogyha kék monóval mész, akkor mindenféleképpen támadnak a jobb oldalára fogsz koncentrálni, Elena miatt, hogy ott tud bombázni csempékkel.
mivel lassú Heimdall, ezért azért, mit tudom én, három kék csempét be lehet rátolni, hogy közben tudjál töltődni. Annyi, hogy itt is van egy one shot tune, akire figyelni kell. Ide meg be kell menni Ursanával. Mondjuk kettő lila, három sárga. Vagy olyannal, aki föl, vagy Ciprián, vagy esetleg lehet menni Borilla a kékekkel. A lényeg az, hogy kontúrat akkor itt föl kell tenni. Ezt fölteszed, akkor ez a Sir Roosley azt kinyírja magát rajta. Missandra sem üt át. Nem, igen, ráadásul ugye több ellenfélre is üt, tehát hogyha fönt van a kontőr attakod és Missandra elsül, akkor nagyon összessége szépen ő is ki fogja magát nyírni rajtad. Fondok aztán nervia lesz. Igen, és ráadásul itt a Domisa is az, nem rád van beállítva, hanem a saját csapatára, úgyhogy tök jó. Tehát, hogy Domisa még le se tudja kapni a kontőr attakodat, hogyha te fölteszed. Ide egyértelműen szerintem kékkel, kék lilával, kékkel kell menni, kék sárga, egy borilla, vagy ciprián. Ja. Azt mondja, hogy az a lassú, Evelyn ott kint van szélen, ott minek? Kiona, Rambir, szabad a vásár, de hát ez egy relatív gyengébb, nem is mondom, hogy a szinergia se tökéletes, de hogy ugye a csapatban lévő karakterek is relatív kis HP-kkal rendelkeznek, kis pajzsokkal, úgyhogy ez egy könnyebb ellenfél. Nézzük az Azlart, 600-as pajzs, tehát arra vigyázni kell, hogy Azlar ne süljön el. Vagy ha elsül, akkor le tudsz szedni a tüzet magadról, a dotot, mert az veszélyes tud lenni. Főleg, ha előtte még elsült egy Rambir. Tehát nem szabad ezt az ellenfelet se alulbecsülni, de ez egy könnyebb kis ellenfél. Na, ez itt nekem megint counter attackos. Ráadásul ugye sárgákat itt lehet tolni, be van duplázva a lila, úgyhogy egy sziffel az így jó lehet, annyi, hogy ugye arra kell vigyázni, hogy ugye Szeset az lekapja. Dispel boost from the target and nearby enemies, tehát hogyha egyszerre sülnek el, Szeset, Jung, Kill, Hair ezek itt sorba, akkor az rácseszés, mert Szeset ha elsül, akkor lekapja róla a counter attackot, utána Jung meg Kill, Hair kiherél, tehát erre vigyázni kell, hogy Szeset után föltenni a counter attackot, vagy arra koncentrálni, hogy ne tudjon, hogyha fönt van a counter attackot, ne tudjon egy körön belül Szeset, Jung és Killher is elsülni, mert abból jó már nem lehet. De ugye dupla a lila, mondottam, tehát ezt lehet bombázni sárgával szépen. Itt ugye Domisa a sima van, itt arra kell vigyázni, hogyha esetleg counter attackolsz, akkor Domisa az leszedi rólad. Van itt egy Vanson maszkos, jó már megint, úristen, 888-as kard, azt a mindenit. Brutális. És erre tolja ki még azt a 488%-ot. Uff. Jó, tehát itt Jungra kell nagyon vigyázni, meg mellette Ariel. Mindenféleképpen a támlának a bal oldalát bombáznám. Arielt meg Jungt elbírjam takarítani. Ők a nagyon nagy veszély. Arról nem is beszélve, hogy azért itt van itt még kint Wingben a másik oldalt egy fast, gyorsban a töltődésű Kingston. Szintén nem szerencsés, ha ő első. Úgyhogy
Na, végig szaladtunk. Szóval ezek az éledők, ezek élednek 4 óra múlva. Azt mondja, hogy 22:30, az, hogy 4 óra, ilyen fél három körül. Hát jó lenne, hogyha fél három körül valaki fönt lenne, és akkor ezeket lecsipegetni még egyszer. Relatív könnyebb célpontokat. Na, a csempe legyen velünk. Kösz, hogy okoskodhattam. Ha valaki meghallgatja és hasznos, akkor annak örülök, vagy ha hasznosnak gondolja. Ha meg nem hallgatjátok meg, akkor meg nem. De ilyen videót még nem csináltam, úgyhogy bízom benne, hogy esetleg valaki talál benne magának valami hasznosat, és sziasztok, csempe legyen velünk!